Jó reggelt kívánok! Megint állunk, vaze! És amíg állunk és várunk, hogy jöjjön a vonat, vagy éppen kinyisson a posta, addig fogyasszunk el egy kis vodkát, hiszen nincs más választásunk. Kis vodka mai adásában ugye azzal fogunk foglalkozni, hogy bezárnak a posták, bezár a MÁV székház, bezár minden, mi meg csak állunk, és nézünk, és bámulunk. Múlt héten jött a hír, hogy körülbelül 100 postahivatalt zárnak be országszerte, és azért körülbelül, mert hogy a hír az ugye nem a Magyar Postától, vagy éppen a tulajdonosától, vagy a felügyelő szervétől jött, hanem egyszerűen a sajtóból. Gyakorlatilag utolsó nap értesültek az emberek, szembesültek azzal, hogy egyik pillanatra a másikra postahivatalokat zárnak be Magyarországon. Nem csak kis településeken, hanem városokban is, gondolom, hogy kisebb postákat. Az igazság az, hogy ugye lista nincs, bár azóta lehet, hogy a sajtó összeszedhette volna, ha már a posta nem nagyon nyilatkozik a kérdésről. Lista nincs, hiszen Sunyin nem kommunikálva egyszerűen csak egyik napról a másikra történtek ezek a dolgok. Gondolom, hogy az adott hivatalban ki volt írva, hogy holnaptól zárva, vagy valami ilyesmi, erről nem szól a fáma, de gyakorlatilag ez egy ilyen teljesen hirtelen jött dolog. Egy része valahol érthető, ez világszerte tendencia, ugye egyre kevesebb postai szolgáltatást veszünk igénybe, bár ennek ellenére azért nagyon nagy a jelentősége a postai szolgáltatásoknak a mai világban is, hiszen hivatalos iratokat és egyéb dolgokat a mai napig ugye a postával továbbítunk, már ahol nincs elektronikus ügyintézés, vagy ahol éppen erre akár az ügy fajtája, vagy formája, vagy tulajdonságai miatt nincs lehetőség, vagy egyszerűen még nem jutottunk el odáig. Szóval nagyon nagy a jelentősége a postának még ma is, annak ellenére, hogy a régi, tehát a saját maga régi fényének az árnyéka, vagy én most nem tudom, egy kicsit ilyen képzavarral élek, tehát ma már ugye egyrészt nem levelezünk, nem küldünk képeslapot a Facebookon, meg a Messengeren küldjük el ezeket a dolgokat, illetve hát csomagokat is ugye nem csak a postával küldünk, hanem különböző futárcégekkel. Teljesen érthető a racionalizálás, tehát ez nem is kérdés. A kérdés az az, hogy például, mint itt a cikk szerint is, sok esetben ugye kis településeken zárják be a postahivatalokat, és az itt a cikkből is kiderül, hogy jellemzően arra van törekvés, hogy az 1500 fő alatti településeken minél kevesebb postahivatalt tartsanak fönn, hiszen a valószínűleg a postánál ezt kiszámolták, hogy ezeknek a hivataloknak a fenntartása veszteséges, ugye sok, illetve kicsi a forgalmuk, és valamilyen más megoldást kell találni. Hát vannak megoldások, mobilposta és egyéb dolgok, vagy vannak például önkormányzat által támogatott, vagy más szolgáltatásokkal összevont posta hivatalok. Nem csak nálunk, például Ausztriában is van olyan, ahol a kocsmában vagy kávézóban működik a postahivatal, és ott lehet bizonyos postai szolgáltatásokat elérni. Nálunk ez most nem tudom mennyire divat, ilyen tekintetben nem voltam olyan kis településeken, ahol ezt így oldották meg, bolttal, ilyesmivel tudomásom szerint szokták összevonni. A másik megoldás pedig a mobil posta, amikor olyan előre meghirdetett időpontban jó esetben a postás autó, és akkor ott lehet mindenféle ügyes, bajos dolgokat intézni, küldeményeket fogadni, feladni, csekket feladni, és egyéb postai szolgáltatásokat igénybe venni. Ennek ugye a nagy hátránya az, hogy egyrészt jellemzően hétköznap délelőtt, vagy napközben van, amikor ugye dolgozó ember nem nagyon tud otthon ülni és várni, hogy mikor áll meg a falu központjában az autó, a postás autó, tehát dolgozó embernek valamilyen környező, nagyobb településre be kell menni,
postára, hát ha ez munkába menet nem, vagy jövet nem esik útba, akkor elég nagy fejtörést tud okozni. A másik dolog az az, hogy tulajdonképpen ezek a részletek, ezek a gondolom mindenki által ismert dolgok, de maga a postahivatal bezárás van, ami múlt héten történt, ugye csütörtöktől, elsőjétől, tehát most már körülbelül egy hetes hír, erre ne rágjatok be, ezért ne haragudjatok rám, ugye általában az elmúlt napok vagy egy-két hét híreiből szemezgetünk, és olyan híreket értékelünk, amiknek olyan jelentősége van, hogy valamilyen szinten felháborodást okozhat. Tehát ez azért okozhat felháborodást, mert ugye senkivel nem kommunikáltak erről a dologról, tehát sem a lakossággal, ugye az ügyfelekkel, sem a dolgozókkal, sem pedig a szakszervezetekkel. Itt írja a cikk, hogy körülbelül becslések szerint, dolgozói becslések szerint körülbelül 90-100 postahivatalt érinthet a dolog. Lehet, hogyha hosszabban googliznék, akkor már lenne lista. Minden esetre azért becslések szerint, mert tényleg sem a dolgozókkal, sem a szakszervezetekkel nem közölték ezt a dolgot. Hát az újságíró ugye egy szakszervezeti tisztségviselővel tudott interjúzni, vagy hát tőle tudott információkat kérni, mert hogy természetesen a posta illetékesei semmilyen kérdésre nem válaszoltak, és a posta honlapján is ezzel kapcsolatban semmilyen közlemény nem került közzétételre. Ha most így ránézünk a posta honlapjára, akkor ízlelgethetjük egy kicsit, hogy mik vannak ott. Ugye körülbelül itt a főlapon három hír található, és ha így visszatekerjük, akkor nem nagyon van ezzel kapcsolatos hír. Hát gyakorlatilag augusztusról ez az egyetlen egy sakkolimpiai bélyek kibocsátással kapcsolatos hír van, de ha tovább tekerünk, akkor sincs ezzel kapcsolatos információ. Augusztus 20-ai ünnepi nyitvatartásról van. Posta helyek, melyek posta partnerként üzemelnek tovább, ugye, ahol valaki bevállalta, mondjuk jellemzően az önkormányzat, hogy támogatást ad, és akkor valamilyen formában tovább tud működni a posta hivatal. Azért, ha itt egy kicsit lejjebb tekerjük a dolgokat, az érdekes, hogy ugye ilyen közérdekű információk nem jelennek meg a posta oldalán, ellenben például színház, musicalről, kiállításról és Zoltán Erika karrierjéről vannak blog bejegyzések, tehát nem tudom, hogy ezek helyett, amik nagyon szép, hogy mindenféle kulturális missziót teljesít a posta, és ezt le a kalappal, de talán a saját alapfeladatokkal kapcsolatos információkat is közölni kellene a nagy közönséggel. No, hát bezár a posta, bezárt a MÁV székház. Itt írja a cikk, hogy természetesen kérdéseket küldtek a postának, és válasz nem érkezett. Hát ezt egyébként megszokhattuk állami cégeknél, állami szerveknél. A szakszervezeti tisztségviselővel készült ilyen, hát nem is azt mondom, hogy interjú, mert ugye ez nem egy interjú, hanem egy cikk, de arra számítanak, hogy ősszel még lehet, hogy további posta bezárások is várhatók. Azért ez mind az ügyfeleknek, mind a dolgozóknak kellemetlen. Még ugye a kézbesítőknek még csak-csak lesz munkahelyük, hiszen nekik ugyanúgy ki kell hordani a leveleket, a csomagokat, stb. Viszont ugye az ott dolgozóknak, hát nyilván őnek, mivel a jó fizetések miatt
munkaerő hiány van a postánál, ezért tudnak felajánlani másik munkahelyet, de azért vidéken ez nem biztos, hogy olyan távon belül van, ahova az adott dolgozó el tud utazni. Úgyhogy ilyen tekintetben is lehet probléma, és e tekintetben is érdekes, hogy nem kommunikálnak mondjuk a szakszervezetekkel, és hogy ezek a dolgok nincsenek előkészítve, és hogy csöndben, sunyiban történnek. Egyébként a Magyar Posta 100%-os tulajdonosa a magyar állam, itt látható az EC jegyzékben megkerestem, tehát nem volt posta privatizáció, mert valami volt egy ilyen valami a fejemben, mintha valami történt volna, de aztán egy korábbi cikkből megtudtam, hogy nem magát a postát privatizálták, hanem bizonyos feladatokban bedolgozik a postának, bedolgoznak különböző cégek, és hát itt ebben a dologban néhány éve megjelent ugye Tiborchoz és Tasnádihoz köthető cégek. Ugye már korábban is a BHS Trans dolgozott a postának, de azóta bekerült a Waberers, természetesen mint egy nagy Liebling, ugye az állami szektorban a Civil Biztonsági Szolgálat ZRT és a BDPST, ugye a Tiborcnak a cége, úgyhogy itt ebben a kis rövid HVG cikkben erről azért lehet olvasgatni, hogy kik dolgoznak be a postának. Gondolom, hogy ilyenkor nem olyan vékonyan fog a ceruza, mint a posta hivatalok fenntartásánál. A másik dolog ugye a MÁV székház, ugye, és most ez a Megint állunk vaze cím és indexkép, ez nem azt jelenti, hogy most a MÁV-ot konkrétan fogjuk szapulni, meg a szolgáltatást, meg ezeket. Néha sajnos erre is lenne okunk, de most inkább azzal foglalkozunk, hogy ugye a szakminisztérium, idézőjelben szakminisztérium, mert azért szakmaiságot egyre kevésbé lehet felfedezni a döntésekben. Ugye egy nagyon szakmai döntést hozott, hogy egyik pillanatról a másikra a MÁV székház kiürítése mellett döntött. Hát én tegnap pont jártam arra, teljesen üres a MÁV székház, éppen hogy csak nincs kinn a tábla, hogy for rent, hogy ki lehet bérelni, de egyébként ha szeretnétek egy székházat a jó helyen, a Könyves Kálmán körúton, akkor ki lehet bérelni, de ez nem a reklám helye, nem akarom a nem tudom milyen cégcsoportot, akitől eddig a MÁV bérelte, a MÁV csoport bérelte a székházat, nem akarom őket reklámozni, csak hát tudom, hogy üres az épület. Eközben ez botrányos körülmények között történt meg, ez a kiürítés, ugye, amúgy valahol engem is érint a dolog, hiszen én ugye munkahelyváltásban vagyok, és ennek fényében eszem ágában sincs a MÁV csoporthoz és leányvállalataihoz mennem, és majd mindjárt mondom, hogy miért nem. Azért, mert olyan munkakörülmények alakultak ki ezek miatt emiatt a költözés miatt, hiszen egyrészt bezárták a székházat, és különböző egyéb helyeken helyezték el a dolgozókat, másrészt azzal a lendülettel ugye Lázár megtiltotta, a Laser Johnny megtiltotta a home office-t is, magyarul még többen vannak, még kisebb helyen, tehát ezt tényleg nagyon tudok gratulálni, minden MÁV irodát teletömtek dolgozókkal, tehát van olyan, hogy kétfős irodában négyen vannak, hogy a széket nem lehet kihúzni, de olyan botrányos dolgok is történtek, hogy olyan irodaházat vettek használatba, ami évek óta nem volt használatban, és ugye az előkészítése, a feladatra való felkészítése nem történt meg, és például nem lettek a légkondik kitisztítva, és sorozatosan betegedtek meg a dolgozók. Természetesen ezzel senki nem törődött, egészen addig, amíg nem kezdtek sorra vezetők is megbetegedni, és akkor kitisztították a légkondit, az előtte ugye azt mondták az embereknek, hogy csönd legyen. No, hát ilyen dolgok történnek, ilyen munkakörülmények vannak a MÁV, gyakorlatilag a MÁV
területén, ugye most nem a, most ez esetben kivételesen nem a végrehajtó szolgálatban levő munkakörülményekről, hanem tényleg az irodistákról van szó, ugye a háttér feladatokról és az igazgatási feladatokról, és hát ilyen körülmények vannak ugye a postánál is, bármikor előfordulhat, hogy mennénk feladni a levelet, aztán ki van írva, hogy hopp, vagy már lehet, hogy ki sincs írva, mert mondjuk értékesítették az ingatlant, ki van írva, hogy hopp, bezárt a posta, mennyi máshova paraszt. Na, egyébként még a MÁV-székházról annyit, hogy még a Gyurcsány idejében ürítették ki a régi MÁV-székházat, ugye az Andrássy úton, és ha jól tudom, a mai napig nem lett gazdája neki, tehát úgy költöztették ki egy ilyen bérleménybe ugye a MÁV vezérigazgatóságot, hogy a régi épület azóta is tizen sok éve, ha jól tudom, akkor nem lett eladva, de el lett adva, mert itt van a cikk, 2021-ben el lett adva, műemléki védelem alatt áll. És az, hogy kivette meg, én azt szeretném. Bár mondjuk látjátok, hogy nem sokat mond a dolog, Reco Value Added ingatlan alap, amit most hát hosszas keresgélés után biztos meg tudnánk találni, hogy milyen a tulajdonosi háttere, hogyha elkezdenénk e-cég jegyzéket böngészni. Hát ezt most nem teszem meg, mert valószínű a valódi tulajdonosokhoz nehezen jutnánk el, már csak azért is, mert ingatlan alapról van szó, tehát ott igazából nem tudhatjuk, hogy kinek a pénze fekszik benne. A céghálót azt maximum fel tudnánk göngyölíteni, hogy ki van az egyes tulajdonos cégek mögött, de hát ingatlan alapnál ugye sok-sok tulajdonos lehet, és ezeknél a befektetési alapoknál ugye nem átláthatóak a dolgok. Na, nagyon messzire mentünk, ugye székházasztunk, postáztunk, de hát kisvodkázzunk. Elárulom, hogy tegnap elfelejtettem mondani, hogy mi volt a tegnap előtti kisvodkában, és mármint az üvegben, de most nem felejtem el mondani, hogy mi volt a tegnapiban és a tegnap előttiben, tehát bepótolom, a tegnapiban és a tegnap előttiben is sajnos víz volt, úgyhogy azok tippeltek jól, akik a vízre tippeltek, és akkor most újra megiszunk egy kisvodkát, újra megtippelhetitek, hogy mi volt a kisvodkában. Megisszük a kisvodkát, és megyünk vonattal a postára. Na, köszönöm, hogy itt voltatok, holnap is lesz kisvodka, holnap péntek, úgyhogy megpróbálunk könnyedebb témával jönni, valahonnan a bulvár világából, vagy azt súroló témákról szeretnék holnap értekezni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, tartsatok velem holnap is, Rikári voltam a kisvodka adásából, sziasztok! Csüssz!